Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésen megjelent képviselőket, Juhász Anett jegyzőt és a meghívott vendégeinket. Ezennel Jászlósa község önkormányzatának rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 tagjából jelen van mind a 7 fő, így ülésünk határozatképes. Az írásos anyagban kiküldött napirendi pontokat kívánom egészíteni egy újabb napirendi ponttal. 13-ként előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a mai testületi ülésen kívánnak-e újabb napirendi pont tárgyalására javaslatot tenni. Nem látok ilyen szándékot, akkor az írásokban kiküldött napirendi pontokat és az általam szóban kiegészített napirendi pontot teszem fel szavazásra, aki ezt elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Mielőtt azonban a napirendi pontok tárgyalására térnénk, rendelős ülés révén kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kívánnak-e kérdést feltenni, vagy szeretne valaki interpellálni. Ilyet sem látok, akkor kezdhetjük is a napirendi pontokat. Első napirendi pont, tájékoztató. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadója a polgármester, és szóban kívánnám egészíteni. Annyival, hogy mikor kiment, először is azt szeretném megkérdezni, hogy megkapta mindenki az anyagot. Jó. Február 8-án, amikor kiküldtük az anyagot, ez ugye pénteken volt, és február 8-án Jászkadányon Jársági Szociális Szolgáltató Társulási Ülésen vettem részt, illetve ugyanezen a napon délután pénzügyi bizottsági ülést tartottunk, és azon is itt voltam, jelen voltam. Biztosan láthatták a képviselőtársaim, hogy a kiküldött anyagban többször is szerepelt az, hogy pályázatíróval, illetve tervezőmérnökkel találkoztunk és tárgyaltunk. Ez azért történt meg, mert láttátok ti is, illetve tapasztaltátok korábban is, rendkívülés kapcsán is, hogy olyan méretű pályázati anyagot tettek most föl, és annyira többre is pályáztunk. Az időszabadsága miatt szükséges volt minél többször találkozni és megbeszélni. Jelen pillanatban is összesen 6 pályázaton dolgoztunk, illetve dolgoznak a hivatalos munkatársai. Én ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Véleménye, hozzászólása. Nem látok ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsájtom. Aki a tájékoztató elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a tájékoztatót. Második napi rendi pont, tájékoztató, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó Juhász Anett jegyző, kérdezem a jegyzőszint, szóban kívánod-e kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Napi rendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Véleménye, hozzászólás, vagy esetleg más egyéb javaslat? Ilyen szándékot sem látok, akkor szavazásra bocsájtom. Aki a tájékoztató elfogadás emellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület ezt a tájékoztatót is elfogadta. Következnek a döntést igénylő előterjesztések. 3. napi rendi pont. Előterjesztés Jászlósa községi önkormányzat 2022 évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására. A költségvetési rendelet megalkotására előadója a polgármester. Szóban kikívánnám egészíteni, ugyanúgy, mint a pénzügyi bizottság ülésen, de még mielőtt erre rátérnénk, kedden a pénzügyi bizottság ülésen tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a pénzügyi bizottság állásfoglalását. A pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen! Van esetleg valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Vagy hozzászólása, mielőtt én elkezdem, vagy megengeditek, hogy akkor én mondjam el a hozzáfűzni valamit, és akkor utána hát, hogyha lesz egy-két gondolat.
Akkor el is kezdeném. Biztos láttátok az anyagban, illetve kedden is elmondtam a pénzügyi bizottság ülésen, aki itt volt, hogy az állami támogatás az idei évben bár nagyobb volt, de egyébként a megnövekedés, ezek a bérnövekedések miatt történt. Ha megnézitek, a működtetési sorokban nincs többlet. Az általános feladatokra is összesen 4,41%-kal kaptunk többet. És akkor menjünk ugyanúgy sorba, mint ahogy a pénzügyi bizottságon is, önkormányzat. Itt tudjátok, hogy ugye Bolóbüli helyére, település gazdálkodó vezetőnek a helyére ugye írtunk ki, illetve pályázatot, és azt már láttuk, hogy az az összeg, amit korábban meghatároztunk az ő bérére, azt emelni kell már csak az miatt is, hogy ugye az idei évben változtak a költségek és a bérek, de ez úgy volt számolva és úgy terveztük, hogy amikor Lacival a költségvetés összeállításánál lejöttünk erről beszélni, már a megemelt összeget tettük bele a költségvetésbe. Illetve a polgármester illetményénél az emelés különbözetet az állami támogatás olyan mértékben finanszírozta, hogy csak 900 forintnyi kiegészítés kellett az önkormányzatnak hozzátenni, hogy ez is szinte le van fedve. Közmunkaprogram. A közmunkaprogramban csökkent a támogatás mértéke az előző évhez képest, az abból kifolyólag történt, hogy a tavalyi évben csak áprilisig tudtuk tartani azt a létszámot, amivel elkezdtük a közmunkaprogramot, és utána folyamatosan csökkent, vagy azért, mert munkahelyet talált, vagy pedig azért volt olyan is, akit el kellett küldeni bizonyos munkamorál miatt, és így nem tudtuk tartani, ez miatt csökkent a támogatás mértéke is. Az idei évben, hogyha február 28-al vége lesz a közmunkaprogram, akkor ugye március 1-jel tervezzük a teljes feltöltés mellett ezt a programot. Gyermekétkeztetés. Az elmúlt év 2021. november elején kellett leadni azokat az adatokat a 2022 évi finanszírozásról a gyermekétkeztetés kapcsán. Ugye akkor még tudjátok, hogy folyamatban volt az étkeztetési közbeszerzés, és akkor még a szerződés az önkormányzatnak a régi szolgáltatóval volt, a Tarnamenti ZRT-vel. A hivatalnak viszont kéne adatokat kell szolgáltatni a szolgáltatásoknál, és ekkor még az előbb említett okok miatt sem tudtuk azt, hogy mekkora összegbe fognak majd kerülni az adatoknak az árai. Ez miatt majd korrekcióra kell, hogy sor kerüljön, ezt majd csak májusban teheti meg az önkormányzat, addig viszont ezt nekünk ezt a különbözetet meg kell finanszírozni, de megerősített a pénzügyi bizottság, vagy a pénzügyes kollégánk Laci, hogy pénzügyi bizottság ülésen is, hogy még mindig megkaptuk ezt a támogatást, és ez jelen pillanatban az a kiegészítési összeg most 4,6 millió forint, de ez a többlet is be van tervezve a költségvetésünkbe. Dósai kőhíd szálló. A szálló a tavalyi évben hasznot termelt, és véleményünk szerint, ha odafigyelünk még jobban rá, akkor még több bevétel is keletkezhetne ebből. Értünk ez alatt reklám, illetve hirdetés, hogyha jobban van hirdetve, akkor valószínűleg még többen fognak itt megszállni. A tavalyi évben 2,5 millió forint volt a szállónak a bevétele, az idei évben csak 2 millió forinttal lett számolva, de még ez is változhat, úgyhogy én azt gondolom, hogy pozitív lesz itt is a végeredménye. Védőnő, fogorvos, háziorvos. A védőnő és a fogorvos az rendben van, a háziorvos részleg kerül egy kicsivel többe, és ugye a pénzügyi bizottság ülésen is elmondtam, hogy minél hamarabb át tudjuk adni a doktor úr részére a praxis jogot, és vele együtt a feladatok nagy részét, annál kevesebb többletkiadása képződik az önkormányzatnak. Itt például megemlítettem, és most is elmondom, viszonylagos többlet például a takarítás, ugye most tudjuk, hogy ugye egy személy takarítja az egész szolgálat, az egész egészségügyet, és nincs is értelme egyébként megbontani, hiszen a fogorvost, védőnőt, háziorvost ugye egy takarító takarítja, ha most szétbontanánk a béreit a három részre, akkor az orvosnál csökkenne, a másik kettőnél meg növekmény lenne, úgyhogy tulajdonképpen nem járnánk vele jobban. Önkormányzati rendezvények, biztos láttátok az anyagban, 5.601.000 forinttal lett tervezve, de jelen pillanatban is van egy beadott pályázatunk, amiben 3.150.000 forint szerepel. Ha az a pályázat, bízunk benne ugyanúgy, mint hogy a tavalyi évben is nyertes volt, ha az idejében is nyertes, akkor itt is csökkenni fog ez az összeg. És itt, hogyha a pályázatokra tartunk, akkor a költségvetésben benyújtott pályázatokat még nem terveztük bele, de a pénzügyi bizottság ülésen egyet elfelejtettem megemlíteni,
hogy egy olyan pályázatunk van jelen pillanatban, ez pedig a belügyminisztérium által kiírt út- és járdapályázat, ahol mi útra nyújtottuk be pályázatot, ott viszont 15%-os önerőt kellett beépíteni, és ez bele tervezve a költségvetésbe. Ez 3.249.000 forint, de ez szerepel a költségvetésbe, be van tervezve. Hivatal. Épület fenntartása, költségek és bérek, és jubileumi kifizetés, egyetlen egy dolgozónál 25 éves lesz Boldog László pénzügyes kolléga. Bár csak annyi lett. Azt gondolom egyébként, hogy hosszú idő után sikerül a hivatali dolgozók bérét is rendezni. Egyébként itt is ugye a bérnövekedések váltották ki ezt a helyzetet. Említettem a pénzügyi bizottság ülésen is, és senkit nem szeretnék megbántani, és félreértse valaki. Nyilván mindenki pénzből bérből él, viszont emelkedett az óvodai és a bölcsidei dolgozók bére, míg a hivatali dolgozók addig nem. És jelen pillanatban egy bölcsidei dajka többet keres, mint egy hivatali dolgozó. Óvoda bölcsöde, a 2021-es évben biztos, hogy emlékeztek rá, hogy 10 millió forintot kellett az óvodához hozzátenni a saját bevételekből az önkormányzatnak, míg az idei évben ez 322.000 forint. Ez abból is adódik, hogy kicserélődött a dolgozói összetétel, fiatalabb dolgozók vannak, míg a tavalyi évben volt két olyan dolgozó, aki jubileumi kifizetést is kapott, és az majdnem 5 millió forint volt, az is megnövelte, most az idei évben ilyen nem lesz. Az óvodánál véleményem szerint, de szerintem Laci is majd fogja ezt osztani későbbiekben, számolhatunk valamilyen megtakarítással, már csak abból kifolyólag is, hogy jelen pillanatban ugye a napelem még az nem üzemel, nincs még ráköpve, és hogyha az is ott elkezd dolgozni, akkor ott is lesz megtakarítás, de azt effektíven ezt a megtakarítást csak az óvodánál lehet eldönteni, ott tudjuk felhasználni. Én azt gondolom, hogy ez is jelentős összeg lehet itt, akár gumiszőnyeg vagy ivókútnak az elkészítésére, de nem saját bevételi forrásból kell finanszírozni. És annyit szeretnék még majd ehhez hozzáfűzni, ha már az óvodánál és a bölcsődénél tartunk, és felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy majd el kell gondolkozni a későbbiekben, beszéltünk is már erről, hogy az óvodánál és a bölcsődénél is férőhely gond van, teltházzal működik jelen pillanatban is, úgyhogy ezen majd el kell gondolkozni, hogyan továbbon, mert sajnos gondok lesznek közöttünk belül. Erdős otthon. Az otthonban ugye 50 főnek kellene átlagban lenni, ez a 2027-es évben 47 fő volt, a 2022-es évet ugyanúgy 50 fővel számoljuk, és 13 dolgozóra a normatívát. Ugye a normatíva egy részét az előbb említett okok miatt a tavalyi évben vissza kellett fizetni, és évközben lettek úgy módosítva az adatok, hogy ne év végén kelljen ezzel szembesülni. Az otthon esetében fedezi a kapott összeg és a bevételek a kiadásokat, így ott nem kell az önkormányzatnak hozzátenni. Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés. Bérköltségek emelkedtek még itt is, nem fedezi az állami támogatás, itt is ki kell egészíteni. A szociális étkeztetésnél majd a későbbiekben el kell gondolkozni, ha a vészhelyzet megszűnik, most tudjátok, hogy június 1-ig vészhelyzet van, és a vészhelyzetig nem lehet változtatni semmilyen adót, illetve semmit nem lehet emelni. Viszont jelen pillanatban most úgy veszük az ételt, hogy nettó 750 forint, ugye nézek Lacira, és bruttó 400 forintért adjuk, azaz felénél is kevesebbért. Most ezt majd át kell gondolni a későbbiekben, hogy melyik lesz a jó döntés, hogy emeljünk-e, akkor lehet, hogy majd csökkenni fog, akik ezt fogják igényelni, viszont így az önkormányzatnak kell hozzátenni a pénzt. És a végére én azt gondolom, hogy, és ezt ki is a pénzügyi bizottság ülésén is kijelentettem, hogy alapvetően az óvatosság mellett bevételeink nincsenek túltervezve, a kiadások pedig alul tervezve. Én szerintem évközben egy pozitív irányba kell, hogy elmozduljanak az előbb említett dolgok miatt a számadatok, úgyhogy, és akkor még itt nem is említettem, a pénzügyi bizottságon is később hoztam föl, de most megemlítem, hogy a későbbiekben még a rekivelés az nincs is számolva, mert nem tudjuk, hogy majd hogyan alakul, de hogyha a rekit is benyújtsuk, ami tavaly évben is 4,5 millió forint volt, az mindenképp többletet fog okozni az önkormányzatnak. Én szerintem ez egy jó költségvetés, annak ellenére, hogy nem villognak ott azok a sarokszámok, mint ami tavaly, hogy tartalékot képződött, de mostani helyzet miatt, ugye amit említettem a bérnövekedések miatt, szerintem ez egy jól összerakott költségvetés. És én itt is ugyanúgy, mint hogy a pénzügyi bizottság ülésén szeretném megköszönni elsősorban Boldog Lacinak a munkáját, hiszen ő dolgozott vele a legtöbbet,
azon kívül azoknak a hivatali dolgozóknak, akik ebben részt vettek. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Van, aki valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, hozzászólása? Jenes László képviselőtársa, mi a szó? Tisztelt Festőti és tisztelt Sajnőjű. A pénzügyi bizottság ülésen hozzászóltam a pénz, tehát ezzel kapcsolatban. Én jól ítélem a költségvetés teljesítőt adható, és elfogadásra javaslom. Jól mondtam még én több mindent, és azt most nem kívánom elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Más hozzászólnivaló esetleg valakinek véleménye? Akkor szavazásra bocsájtom. Aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadta az előterjesztés a képviselőtestület. Következik, 4. napi rendi pont. Előterjesztés Jászdusa község 2021 évi költségvetéséről szóló 2/2021, 2/19 önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó polgármester, szóval nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot. Kedvi pénzügyi bizottság ülésen ezt a napi rendi pontot is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Így van, és a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdése van-e képviselőtársaim részéről az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek? Vélemény, hozzászólás? Nem látok ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsájtom. Aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület ezt az előterjesztést is elfogadta. Következik az 5. napi rendi pont, előterjesztés, köznevelési intézményeknél alkalmazandó intézményi térítési diakószóvó rendelet felülvizsgálatáról. Előadó polgármester, szóval majd egy-két mondattal ki szeretném megészíteni, de a kedvi pénzügybizottság ülésen ezt a napi rendi pontot is tárgyalta a pénzügybizottság. Kérem a pénzügybizottság állásfoglalását. A pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim részéről van ezzel kapcsolatban kérdése, valakinek vélemény, hozzászólás. Én annyira szeretném csak kiegészíteni, törvény írja elő, hogy felül kell vizsgálni egyébként a rendeletet. Azt tudjátok, ugye, hogy a vészhelyzet miatt most nem lehet emelni fölfelé, viszont maga a rendelet bizonyos kedvezményeket biztosít, lefele lehetne csökkenteni, de azt a saját magunk kárára, aki igényli annak a javára. Én azt gondolom, hogy saját magunk árára ne döntsünk ki, fölfele viszont nem lehet jelen pillanatban emelni a vészhelyzet miatt. Ennyiben szerettem volna csak kiegészíteni. Köszönöm szépen. Van esetleg valami vélemény fogalmazódott meg azóta? Nem látok ilyet, akkor szavazásra bocsájtom. Aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület ezt az előterjesztést is elfogadta. Következik a 6. napi rendi pont. Előterjesztés személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési diakószóló rendelet felülvizsgálatáról. Előadó a polgármester, szóval nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot, ezt a napi rendi pontot is tárgyalta kedden a pénzügyi bizottság. Így van, és a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Ezzel a napi rendi ponttal. Vélemény, hozzászólás, vagy esetleg más egyéb javaslat? Ilyet sem látok. Akkor szavazásra bocsájtom. Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta az előterjesztést. Következik a 7. napi rendi pont. Előterjesztés éves kafetéria keretösszeg meghatározására Jászdusa község polgármestere részére. Előadó Németné Harsányi Katalin Júlianna alpolgármesterasszony. Kérdezem az alpolgármesterasszony, szóban kívánod-e kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen. A keddi pénzügyi bizottság ülésen ezt a napi rendi pontot is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Kérem a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek a képviselőtársaim részéről? Vélemény, hozzászólás? Akkor mielőtt szavazásra bocsájtom, én szeretném bejelenteni az érintettségemet, és szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy kívánják-e, hogy kizárjatok a szavazásból. Én itt nem kívánok szavazni. Ha azt gondoljuk, akkor szavazzunk elő is, hogy ki akartok zárni, ha nem, akkor meg tartózkodni fogok, de nem én itt tartózkodásomat, érintettségemet bejelentettem. Szeretnétek arról, hogy szavazzunk, hogy kizártok? Szavazni. Nem. Mindenképpen. Szavazni. Akkor és úgy szavazatok, hogy zárjatok ki, mert ez a... Mert azt nézzétek, hogy jó, ki kell, hogy zárjatok. Úgyhogy akkor, aki egyetért azzal, hogy engem kizártak ebből, ne vegyek részt a szavazásban, az kész felnyitásra szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy hat igen mellett. Megtörtént a szavazás eredménye, és akkor... Igen, itt mondom, minden. Igen. És akkor most pedig az eredeti előterjesztést teszem fel a szavazásra. Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta ezt az előterjesztést. Nyolcadik napi rendi pont. Előterjesztés a polgármester 2022 évi esedékes szabadságának ütemezéséről. Előadója a polgármester. Szóban egyelőre nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek vélemény, hozzászólás, vagy esetleg más egyéb javaslat? Kérdés fogad képviselőtársa, mi a szó? Tisztítünk, Omar. Azt szeretném mondani, hogy támogatom ezt az előrejelzést, hogy mikor szeretné kivenni a szabadságot, csak azt kérem, hogy vedd is ki, nehogy úgy járjunk, mint az előző esetekben, hogy mindig megmartunk a szabadságot, és akkor majd akkor fizetjük ki, ikkor csúszhatom, akkor csúszhatom. Nagyjából próbáld betartani az előterjesztését, hogy mikor szeretnéd kivenni a szabadságodat. Én csak ezt kérem, jó egészséget kívánok hozzá, de nem szeretnék dolgozni bonyolultabbá belekerülni, mint a régi polgármester úr. Köszönöm szépen. Akkor szeretnék is reagálni, hogy ha megnézted az anyagot, akkor biztos látod, hogy van egy ilyen szabadságolás ütemterv mellette, ami mutatja, hogy az előző polgármesterhez képest ugye a 144 napjához nekem a tavalyi évben is csak 3 nap maradt meg. Egyébként minden évben kivettem, még megpróbálom. És hogyha visszaemlékszik a képviselőtestület, akkor én jeleztem akkor is, hogy nem szeretném se az önkormányzatot, meg a településem olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen mértékű pénz kifizetés történjen. Próbálok alkalmazkodni, és próbálom azt lehetőségek szerint. Ugye egy-két nap, illetve 2 vagy 3 nap maradt meg minden évben, de azt próbálom mindig úgy ütemezni, hogy kivenni, úgyhogy ha már annyira az voltam volna, akkor már mutatnál is, hogy itt ilyen 20-30 napok maradnának, de nem az a cél. Egyrészt én azt gondolom egyébként, hogy azért van dolgozónak most legyen bármilyen munkás szabadsága, valamilyen fokú pihenésre neki szüksége van, még hogyha nehéz is. Nyilván itt ugye szombat-vasárnap is van, amikor dolgozunk és menni kell, de hát ez nekem nem teher, hiszen azért vállaltam ezt a tisztséget, illetve ezzel bízott meg a település. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit ígértem, azt be is tartom, és be is fogom tartani. Köszönöm szépen. Van esetleg képviselőtársaim részéről még vélemény? Akkor szavazásra bocsájtom, aki az előterjesztés, bocsánat, itt is szeretném bejelenteni az érintettségemet. Itt is ugyanaz az eljárás, hogy szeretném, hogyha szavaznátok róla a kizárásomról. Nem kívánok benne részt venni. Aki egyetért, hogy kizártok, akkor kész felnyújtás. Köszönöm szépen, én tartózkodtam, és akkor most az eredeti előterjesztést teszem fel szavazásra. Aki a polgármester 2022-es évi esedékes szabadságának ütemezését elfogadja, kérem kész felnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen és egy tartózkodás mellett ezt az előterjesztést is elfogadta a képviselőtestület. 9. napi rendi pont. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására, előadó a polgármester,
szóban majd szeretném kiegészíteni, de mielőtt még ezt megtenném, kedden a pénzügyi bizottság ezt tárgyalta, ezt a napi rendi pontot. A pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozott javaslatnak felelően. Köszönöm szépen. Kérdése ezzel kapcsolatban képviselőtársaim részéről van-e valami véleménye, hozzászólása? Én annyival szeretném kiegészíteni, és addig hát, hogyha valakinek, valakiben fogalmazódik meg valami, hogy biztos emlékeztek rá, korábban már találkoztunk ezzel, illetve most azért történt meg ilyen gyorsan. Augusztus végéig, augusztus 31-ig kellene, hogy ezt az előterjesztést, illetve a pályázatot benyújtani. Viszont beérkezés sorrendjében bírálják el a pályázatot, és minél később fogjuk a pályázatot benyújtani, annál nagyobb az esélye, hogy kevesebb szenet fogunk kapni. És a pénzügyi bizottság ülésén is kitértem arra, hogy barna kőszín mellett azért döntöttünk, hiszen több önkormányzatot is felhívtam és beszéltem velük, akik fában gondolkoznak, illetve fába szeretnének belevágni. A tavalyi évben több olyan önkormányzatinál is gondot okozott ez, ugyanis mázsálni kell a fát, nincs az önkormányzatoknak mázsája, azon kívül, hogyha nem úgy jött ki a súly, akkor még fűrészelni is kellett, úgyhogy sokkal bonyolultabb a fának a kihordása, illetve a mázsálása, mint a szén, az azt gondolom, hogy megfelelő 25 kilójával van kicsomagolva, úgyhogy ez szerintem célszerűbb és jól bevált az elmúlt évekhez ki folyamán. Van esetleg valakinek véleménye, vagy kérdése ezzel kapcsolatban? Nem látok ilyen szándékot. Akkor szavazásra bocsájtom, aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta az előterjesztést. Következő napi rendi pont, a 10-es, előterjesztés önkormányzati feladat ellátás szolgáló fejlesztési támogatási pályázat benyújtásáról, Jász-Dózsai belterületi utak felújítása, előadó polgármester. Szóban kívánom egészíteni majd az írásos anyagot, de mielőtt ezt megtenném, kezdjen a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot is. Így van, és a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e a képviselőtársaim részéről valakinek? Amíg gondolkoztok, akkor én annyit szeretnék elmondani ezzel, hogy korábban már ezzel már találkoztatok biztos ezzel a pályázattal kapcsolatban, viszont itt annyi történt, hogy egy kicsit a tervező úr önállósította magát, és olyan probléma merült fel, hogy belerakta, ugye a Lehel utcáról beszélünk, és tudjátok, hogy a Lehel utca az kétfele válik, a Táncsis utca választja keresztül, és ő azt a helyrajzi számot is hozzárakta a pályázathoz, és azért szerepel itt ugye korábban csak az 509-es, illetve csak a 641-es szerepelt, az pedig a túlsó, és azért kellett a 670/2-es, ez ugye a Táncsics utcai rész, ami keresztül vágja a Lehel utcán, illetve a 626-os helyrajzi szám, az pedig a túlsó vége, ami a temetőhöz jár ki, az pedig a, mindjárt mondom, Mixárt, ugye? Ha jól tudom, Mixárt utca, igen, Mixárt utcának a helyrajzi száma. Ennyi változás van, összegben, értékben semmi változás nem történt benne, csak a helyrajzi számok miatt történik ez az előterjesztésnek a tárgyalása. Van-e valakinek képviselőtársaim részéről kérdése ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Jenes László képviselőtársam. Tudomásunk szerint, igen, ez is hangzott már, hogy ez egy pályázat az, ami önerős. Erőre van szükség. Nyilvánvalóan ezt a 3.249 valamennyit, ezt előtte van állni. Majd a rögt esetben. Biztosítani kell. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzátenni, Laci bácsi, gyorsan megválaszolok, hogy az elég, amikor elmondtam a számokat a költségvetésnél, azt mondtam neked, hogy ez az egy, illetve azt mondtam mindenkinek, hogy ez az egy olyan pályázatunk, aminek van ereje, de ezzel számoltunk, úgyhogy a költségvetésben ez bele van tervezve. Ez benne van a költségvetésben, úgyhogy ezt nem kell külön majd pluszba előteremteni, ez a költségvetéshez hozzá van számolva. Van esetleg valakinek még ezzel kapcsolatban? Akkor szavazásra bocsájtom, aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egy hangulat elfogadta a képviselőtestület.
Jó. 11-es napi rendi pont előterjesztés, a Jászló Zsepösség önkormányzat 2022 évi rendezvénynaptárának elfogadására. Előadója polgármester, szóval nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot, kedden a pénzügyi bizottság ezt a napi rendi pontot is tárgyalta. A pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás, vagy más egyéb javaslat? Nem ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsájtom. Aki az előterjesztés elfogadásán a legtöbb, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület egyhangulag elfogadta ezt az előterjesztést is. 12. napi rendi pont. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására. Előadó Juhász Anett jegyző. Kérdezem a jegyző asszony, szóban kívánod-e kiegészíteni az írásos anyagot? Köszönöm szépen, nem. Köszönöm szépen. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e a képviselőtársaim részéről? Vélemény, hozzászólás, vagy más egyéb javaslat? Nem látok ilyen szándékot. Akkor szavazásra bocsájtom, aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta ezt az előterjesztést is, és következik a 13. napi rendi pont. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről előadó polgármester, szóval nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Sikerült elolvasni egyébként az anyagot, amit kaptátok meg a helyszínen. Tulajdonképpen egyébként, akkor bocsánat, hogy itt két mondattal azért csak kiegészíteném, formalitásról van szó egyébként, úgyhogy a fenntartónak, azaz a főnöknek le kell kérni az egyébként a véleményét. Egyébként abban az esetben, itt a jegyzőasszonnyal délelőtt beszéltünk róla, abban az esetben volna ennek nagy döntése, hogyha mondjuk úgy járna, mint Jászberényben, ahol több iskola is van, és ott kell dönteni, hogy melyik utca, melyik iskola körzethez tartozom. Itt nálunk jelen esetben ugye az Ók János általános iskola van csak, úgyhogy itt jelentősége nincs, de viszont törvény előírja. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban valakinek? Vélemény, hozzászólás? Nem látok ilyen szándékot? Akkor szavazásra bocsájtom, aki az előterjesztés elfogadása mellett dönt, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület ezt az előterjesztést is elfogadta, és napirendi pontjaink végére értünk, de mielőtt bezárnám a testvérülést, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy közérdekű bejelentése van-e valakinek képviselőtársaim részéről. Jenes László képviselőtársam, ilyen szó. Tanzi bácsi, egy picit hangosabb. Jó. Köszönöm szépen. Tisztelt testületről és tisztelt jelenlők! A időjárás jellegénél fogva sajnos hozzátartunk fogni az önkormányzati kültúrületi utak javításához. Azért mondom ezt így, hogy sajnos, hogy ilyen időtájt, az időtájt még ilyet nem csináltunk, legalábbis ilyen minőségben. Hát viszonylag jó munkát végeztünk, úgy ítélem meg, hát ez majd viselve válik, nyilvánvalóan közlekedők mondják majd meg. Hát ez egy egynapos akció volt részünkről, és majd alkalmattal, amikor a lehetőségünk lesz, akkor folytatjuk. És egy közben, most korai délutáni órákban kimentem a fiúkhoz, olyasmit észleltem, ami, hát majd megmondjátok a jegyzőasszony, hogy bárki meg tud rövásolni arról, hogy önkormányzati út mentén fát termeltek ki. Ha engedély volt rá, akkor az oké. Itt a udvarban nem látok kitermelt akácfát, nem láttam, azért is néztem szíjjel, amikor még érkeztem. Amennyiben erre nem volt engedély, az illegális hatitermelésre számít ebben az esetben, ítélem meg. Hát én nem halvány bűnösség voltam, hogy ki lehetett. Hát ha ki lehet vizsgálni, mert meg lehet tudni, azt akkor tudjuk már meg, vagy nézzünk utána, ha lehet. Mert ugye szociális tűzre, tűzifa igényeljük állami szinten, és akkor ami oké is egyébként,
De hogyha van a ingatlanaink mellett, vagy illetve a külterületi utak mentén olyan egyébként, ami úgy ítélnek, hogy kitermelésre vált, mert benőtt a útra, kitermelésre való volt volna, csak azt, hogy ezt meg kell beszélni, hogy hogyan, hogyan csináljuk, én szerintem, én megítélésed szerint. Ennyit akartam. Köszönjük szépen, nekem nem jelezte senki meg, hogy hivatalba sem jelezte, hogy valaki fáj. Akarnak kitermelni egyébként, ugye, ha arra gondoltál, hogy a közmunkások jelen pillanatban ugye kint dolgoznak a határbógyan és a nádat vágják a útkanyarulatba, de egyébként szó sincs erről, hogy a közmunkások fát vágnak ide. Esetleg rendszámot nem láttál? Nem, valami? Nincs. Hát most azon szembesültem vele, amikor kint jött. De az miből? Miből Mindenhát, hogy vágják, nem a vágás elé. Friss vágás, nem régi vágás. És akkor már a fa nem volt ott a szelvényként? Nem. Ez gond egyébként, mert korábbi időszakban volt olyan, egyébként a gazdálkodásban úgy tudják, nem tudom, hogy miért mondják így, hogy nem végezhetünk munkát a utakon, ez nem igaz, munkát végezhetünk saját érdekünkben, nyilvánvalóan. Most korábbi időszakban volt olyan, hogy tehát munka ellentételéseként fát vihettek el az önkormányzati út mellől. Hát a munkavégés nem történik, ez a kivatták a fát. Nosze bácsi, ez jelen esetben ugye, hát úgy, ahogy mondtad, hogy valószínűleg lopásnak és ismeretlen tettes elleni feljelentést kell majd tenni, de azt kellene tudni, hogy konkrétan hol volt ez helyileg, hogy ugye, mert a rendőrök, ha kérdezik, akkor ezt meg kell, hogy helyileg hol volt. Most is nem mondom. Persze kellene mindenképp akkor. Hát. E3-as tábla végén. Úr, ez merre? Merre van? Most melyik irányba? A Páti határ? A Páti határ. Tessék? Melyik irányba? Hát, menjünk a Bollók Józsi bácsi gyümölcsös, ami volt annól valamikor, ott van egy ilyen Z-alakú kanyar, annak a végén, ami megy a úgymond a Páti határ felé, annak a végén. Hát ez ott a földünk végén van, tehát a Páti gyűlő az ott. Ne, hát ez a nagyérnek a szélre egyébként a másik útra. Ahogyha így, nem megy ma az, ugye? De, nem megy ma az, ugye? Jó, és nem tudsz, hogy azért még bejelenteni, egyébként most szembesültem vele, amikor jöttem el egy fél pár. Neki nem áll a földje, te csordál jobban, hogy gondolom, hogy útjában volt annak, hogy az állt. Nem biztos, hogy földtulajdonos volt. Egyáltalán nem biztos, hogy állt az egyébként. Hát az is lehet, de azért nem látunk valaki, aki arra lehet főzse, hogy van megjelni. Tehát nem hiszi el. Köszönjük szépen, mert akkor... Marika. Van esetleg még valakinek közérdekű bejelentése? Ha nem látok ilyen szándékot, akkor a mai testületünk is bejelent, de az áram, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Köszönöm szépen.